évet kívánom mindenkinek. Nagy öröm számunkra, hogy eljöttek, és megpróbálunk ebből a helyből, ami valaha kávéház volt, most egy pici bőre kocsmát csinálni, hogy mi volna a kocsma. Arról remélem, hogy fogunk beszélgetni, hogy ki derül-e, azt hiszem nem tudom, ezt izgatottan várom. Megpróbáltam utána járni, de nem sikerült. Az apropó pedig, amiért összegyűltünk, az egy szívemnek nagyon kedves könyv. Cinki Ferencet látják az asztalnál a gyönyörű fehér inkben, és az a cím a könyvének, hogy egy kocsma város. És ennek az apropóján gyűltünk össze ma, és az az úr, aki pedig ott ül, Arany Gold Zoltán, nem kávét arált, hanem egy sokkal izgalmasabb dologra készül, én át is adom neki a hangot, és elkezdjük ezt a mai estét. Összeülök egy pótnál, hogy melyik pótnál tetszőleges. A városban, egy kocsma városban, a 2000-es években minden bizonnyal. A 30 perc az nem jó. Ilyenkor jön a dilemma, hogy vágjak-e még, és akkor rendelni kell még valamit. Hogy ne késtem a következő buszt is, vagy éppen nem ül az, akivel meg volt beszélve az időpont. Felhívjam. Mi van, ha azt mondja, hogy csak most indult el? Megint 30 perc. Megint a határ, megint a dilemma. A kocsmákban szinte a leggyakrabban elhangzó mondat nyilván léthazugságra épül, így hangzik, iszunk addig egy sört? Meddig. És mi az, hogy egyet? A magyar nyelvben van az a furcsaság, hogy a sört eleve csak többes számban lehet érteni.
Szóval ülünk a pultnál, elütjük az időt, még majd történik valami, még majd megérkezik az, akit vártunk, vagy elindul a busz, a vonat, vagy elalszik otthon mindenki, és akkor végre hazamentünk. Egy kocsmaváros az tágas és rejtélyes. Tele van furcsasággal. De otthonos és valahogy kézzel fogható. Megnyugtatóak az ellentmondásai, mert így a mélyeik is annak tűnnek. A pikolós rögzőben nincsen pikoló. A palotavárosban panelházak vannak. Az öreg hegy egy domb. A fekete hegy egy végtelenet látszó síkság. A maros hegy meg egy bölgy. Az úgynevezett elkerülő út pedig tulajdonképpen két része osztja a várost, tehát nem kerül az égvilágon semmit. Egy kocsmavárosnak vannak zugai, lugasai, el lehet benne bújni, egy sarokasztalnál akár évtizedekre is. Csak közben eltűnik alulunk a város. Ha véletlenül elmirázunk egy sör mellett a tóparton, mire felnézünk, már nincs fölöttünk a vidám park, sőt, meg a terasz sincs meg, amin ültünk. Csak az üres korsót szorongatjuk meglepetten, vagy például egészen más néz vissza ránk a pultból, mint azelőtt. Ha visszanéz valaki egyáltalán. Ha van még egyáltalán pult. Egy kocsmaváros állandóan változik, és egy része biztosan elfogy. Utolsó sétánk a strandbisztró régi épületéhez vezet, ahol a pulttal már szinte összenőtt öreg csapos áll, ezúttal azonban a kapuban, és figyeli az utcát. Nyújtogatja a nyakát, vár valamit. Akkoriban már nincs jól, vagy akkoriban a város sincs éppen nagyon jól. Az őszakálló pultos az árut vágja, de az nem jön. A betülő vendégek persze jól tudják, hogy Feri bácsi már nem tudhat, nem képes tudni akkor, hogy a nagyker nem azért nem jön, mert elfelejtették, hanem mert nem rendelt. De már hetek óta nem. És akkor lehet tudni, hogy már nem is fog többet. A bentülő vendégek szomorúan töltek maguknak az otthonról hozott zalgyöngyéből, próbálják fenntartani a beszélgetést, és addig isznak még egyet. Még vagy egy hétig isznak még egyet. Aztán meg ők sem. És a strand nem nyit ki többet. Ülünk egy kocsmavárosban a pultnál, és várunk valakit, addig is iszunk egy sört. Mármint amíg nem jön. Szóval akkor még egy sört légy szíves. A haverunk fizet, hogyha megérkezett. Te lehet tudod neki írni? Mindjárt itt lesz, őt vágjuk. Ja, hogy nincs hitel. Még neki sincs. Na jó. Akkor ezt az utolsó kosnék kifizetjük helyette, de ha megjött, akkor számolunk. Ideje lenne. Közben eltelik még egy sör, néhány éjszak és néhány pultos. Meg a város is. Úgy vágjuk ezt a haverunkat, mint egyszerű kocsmáros a nagy kert. De nem jön. Ha nem rendelünk, akkor nem jön. Még egy kört. Amikor először megláttam ezt a címet, és konstatáltam, hogy három szóval áll, tehát hogy nem az van, hogy ez egy kocsmaváros, hanem hogy a kocsma az ugyan jelző, de valahogy másképp működik. Akkor arra gondoltam, hogy az első kérdésem az lesz, hogy szinonimákat kérek. Tehát, hogyha meg kéne magyarázni valakinek, aki zavarban van, hogy mit is jelent ez a nagyon furcsa kifejezés, akkor milyen jelzőkre tudnád kicserélni? Na, hogy a kocsmát? Csak a kocsma szó? Hát nehéz, mert hogy nagyon pontosan lefed valamit. Hát amikor beindult Magyarországon ez, hogy elkezdtek figyelni arra, hogy milyen megnevezései legyenek a vendéglátóhelyeknek, és elkezdték írtani a külföldről az angol vagy a német kifejezéseket, akkor sértettem a dolgot, mert hogy nagyon pontos típusok ezek. Tehát a pub az semmilyen más szóval nem írható le, nincs magyar megfelelője a pubnak. Ahogy nagyon nagy gond például, amikor külföldön vagyok, és el kell magyaráznom, hogy mi a kocsma. Mert ugye a szláv nyelvterületen van ez a kocsma, de ugye az nem az, mert hogy az egy rendes értelmet jelent. Tehát ez egy nagyon unikális, egyedi magyar kifejezés, és pontosan azt fedi, amit mögöttünk látható több helyszín. Amiket én kocsmának gondoltam az én városomban, ugye azok a legtöbbnek nem kocsma a neve, mert hogy ez ilyen degradáló kifejezésnek tűnik, ezért a világon mindent kitalálnak, hogy ne kocsma legyen. Ugye
használják a presszót is, nyilván teljesen helytelenül. Ilyenek mondok, hogy ételbár, meg kis vendéglő, de soha senki nem lehet ott semmit, mert soha nem volt kaja. Tehát, hogy mindent kitalálnak, hogy ne kelljen kocsmának hívni, nyilván elhasználódott az a kifejezés, de hogy valójában semmi nem írja le pontosabban ezeket a helyszíneket. De mintha nem is használódott volna el, tehát hogy az emberek egyébként normális állapotukban használják ezt a szót, nem? Hát így mi használjuk, hogy akkor menjünk le egy kocsmába inni egy sört, ami teljesen normális, de azt hiszem, hogy a vendéglátóhelyekben van egy ilyen kis távolságtartás, és hogy mi nem. Hívják, hogy kocsma, nem fogsz hazalálni. És ugye egyik legközelebbi helyszín, ahol él lakom, nagyon kedves kis hely, kitartóan kávézónak szokták hívni magukat, miközben a kávé nem jó, nem kávézni járnak oda az emberek. De van egy ilyen álszemélyesség a vendéglátóhelyekben, nem nagyon értem, hogy miért. Igen, mert valószínűleg az lehet, megpróbáltam utána nézni, és az interneten például találtam egy diskurzust erre nézvést, ahol valaki elkezdte fejtegetni, hogy valószínűleg a kocsma szó, az a szlovák nyak szóból származik, torok, nyak, stb. És hogy igazából a magyar fordítása az volna szerinte, hogy nyakalda, és akkor ezzel nyilván valamilyen módon rátapintunk a nyakra, tehát a lényegre, hogy hát hogy nem jó azt úgy így egyenesbe bevállalni, nem? Tehát, hogy a kocsma az a hely, ahova elsősorban inni megy az ember, és hát végső elemzésben azért, hogy iszap részeg legyen. Igen, nyilván van ilyen megközelítés is, de azért azt vettem észre, és az alapján válogattam ki ezeket a helyszíneket, mert hogy ez egy városnak a kocsmái, Székesfehérváról van egyébként szó, ez a könyvben nincs leírva, de a lábjegyzetekben azért az alapján rá lehet jönni. És úgy álltam neki, hogy olyan helyszíneket kerestem, amik alapján szerintem felfűzhető, elmesélhető egy város. Mindegyik kocsma egy-egy városrészhez kötődik, és a városrészen belül is olyan helyszínről van szó, ami nem a legismertebb. Nem nagyon lehet megtalálni. Tehát azok az emberek járnak oda, akik régóta azon a környéken laknak, és közösséget alkotnak. Tehát, hogy nem csak nyilván az ivás az a része a dolognak, mert hogy azt adják a pultba, azért megyünk oda. De itt ilyen kis mikroközösségek működnek, amik nagyon érdekesek számomra. Nem vagyok szociológus, mert nincs is tudom a szociológiai alapossághoz, de azért megfigyelő vagyok, és ilyenkor nagyon érdekes ezekkel a kis közösségekkel foglalkozni, pláne hogyha tulajdonképpen egy kicsit részese is lesz, hogy belecsöppensz az egészbe, mert nem nehéz belecsöppenni egyáltalán. Én, bár nem rólam van szó, de azért elmesélem, hogy először egészséges nyilvános jelentet, ahol férfiak alkoholt fogyasztanak meg kávékat. Itt szemben voltam a Rosmarin Pressóban, valószínűleg 1958-ban, és az apám karján tartózkodtam ott, hogy adatolva van. Tehát, hogy a kérdésem pedig az, hogy te mikor volt először kocsmában, hol és kivel? Nyilván én is apámmal, szüleimmel, vagy ilyen családi társággal voltam ilyen helyen, de rendkívül ózkodtam ezektől a helyettől gyerekkoromban. Zajosnak és büdösnek találtam őket. Most meg igazából ez szimpatikus benne, ez egy átalakul a dolog. Nyilván gyerekkorú voltam. Aztán utána a középiskola, tehát a középiskolai időszak. Én olyan helyen jártam középiskolába, ez a Vasvári Pál gimnázium, ami körülbelül azonnal 3 vagy 4 kocsma van. És ezt mi Bermuda háromszögnek hívtuk, nem véletlenül, az egyik csücske a Panama nevű hely volt. Úgyhogy igazából akármelyre indultál el az épületből, mindenhol kocsma volt, akkor nem vették ezt szigorúan, hogy közintézménynek, meg iskola is, hogy bármelyre mentél, mindenhol volt. Úgyhogy hosszú, ellógott órákat töltöttünk ezeken a helyeken. Van egy ilyen emlékem erre, hogy a Hungária azóta megszűnt kocsmával üldögéltünk egy péntek délután, és az utolsó 2 órát lógtuk el, végzős gimnazisták voltunk, a biológia és a kémia órát, mert úgy éreztük, hogy ez tavasz van, nem kell. Üldögéltünk hosszan a teraszon, már beleszaladtunk a délutánba, ilyen 2-3 óra felé jártunk, amikor azt láttam a távolban, hogy a biológia és a kémia szakos tanár közeledik a pulthoz, vagyis a teraszhoz, és jönnek, és ugye látják, hogy ott vagyunk. Egy pillanat alatt így összeraktam a fejembe, hogyha már ennyi idő van,
és péntek van, akkor tanári értekezlet van, ők pedig onnan jöttek ki. És odaértek a teraszon, és ott voltunk így egymással szemben, ők is lógósak, mi is lógósak, és ott volt a helyzet, hogy mit kell ilyenkor mondani. És a biológia tanár azzal oldotta fel a dolgot, hogy tavasz volt, tele volt a terasz, és annyit mondott, hogy srácok, köszönjük szépen, hogy eddig foglaltátok nekünk a helyet, tűnés. És ott kellett hagyni a félben jött italokat, szendvicseket, szóval így ilyen emlékeim vannak erről a környékről. Most állítólag 1982-ben születtél, ezt nehezen hiszem el egyébként, mert nekem olyan, mintha mindig éltél volna, tehát ott vannak ezek a létezésben ilyen állandó pontok, szerintem a Cinki Feri a 14. században is ült valami kocsmában, csak ügyesen álcázta magát. De ez a 82-es kétségtelen, úgy tudnának leleplezni, hogyha mondjuk egy árlapot bírnál produkálni abból a korszakból, tehát hogy mennyi volt a korsosör, unikum, stb. Arra emlékszem, hogy a helytől függetlenül volt egy időszak, hogy a középiskolás éveim vége felé és a főiskolás egyetemista éveim elején, amikor a hely minőségétől függetlenül mindenhol 360 forint volt az unikum, de éveken át. Nyilván Budapesten ez nem így volt, de Székesfehérváron így volt, tehát erről az árkategóriáról és erről a korszakról beszélünk. A sör az nagyon változott, az nagyon mozgott. Nem merem megmondani, hogy hol kezdtem én ezt az életet, mert az a helyzet, hogy a 14. kerületi sörgyár pályán ott azt hiszem, hogy 3 forint 60 fillér volt a korsósör, innél jár bárki, de kétségtelen így képzeld el, hogy ez így volt valamikor. Akkor ez a 360 ez valamiért vonzó a magyar vendéglátósoknak, ezt szerintem. Még ha elcsúszik az a tízezes veszőre, reméljük, hogy nem a végtelenség. Hogy van egy motto a könyvedben, illetve több motto van, de mondjuk a legelső, azt leellenőzni is, hogy jól emlékszem, hogy az író is lehet őszinte, Mikszáth Kálmán. És azt gondoltam, hogy megkezdem tőled, hogy ebben az esetben egy esztétikai vagy etikai kategória az őszinteség, az ember kocsmáról írt. Hát azért választottam ezt a mottót, mert hogy azt láttam ebben, hogy az író lehet őszinte, de egyáltalán nem kötelező, nem feltétel. Ez egy opció. Élhetsz vele, hogyha akarsz, de egyáltalán nem kötelező a dolog. Ezek a szövegek úgy épülnek föl, meg úgy készülnek, hogy én alapvetően az újságírás felől jövök. Én inkább újságíró vagyok, mint író. És emiatt mindegyik szöveg ebben a könyvben ilyen riport szegmen épül fel. Azért is készültek hozzá fotók, ezért jártam kicsit kutatni a helyi könyvtárba, a területekről, a környékekről. Tehát ilyen riportszegűek, de azért valahol mindig átfordul a dolog fikcióval. Hát úgy indul el, úgy van kitalálva, mintha egy ilyen szép riportszegű tudósításszerű beszámolót kapnál egy helyi közösségről, egy helyi helyszínről, de valahol átfordul. Ezeket én tudom, hogy hol, de lehet, hogy nem mindig észrevehető. Vannak, ahol nagyon észrevehető, valahol valószínűleg nem. De elég, ha én tudom, hogy hol tégítettem el az irányt. Úgyhogy ez a játék. És így viszonyulok ez a őszinteséghez. Szolgálati közleménye, ez a két ember, aki egymást fényképpen győzött, nem párbajoznak egyébként, hanem az egyik Oláh Gergő ott áll, és a Arany Zoliról volt szó, tehát a könyvben lévő fényképeket ők készítették címborai közösségben. Az egyébként nekem rettenetesen szimpatikus, hogy ez a könyv úgy kezdődik, hogy egy felsorolással, amiben a tipográfus is benne van, és hogy az egészről az a benyomásom, hogy nem nagyon érdekli ez a kulturális hierarchia. Tehát mint hogyha a könyv tárgya az jobban érdekelne benneteket, mint azok a minták, amik szerint mondjuk szerkesztődni szoktak az ilyesféle könyvek. Ettől egy nagyon érdekes tárgy jött létre, muszáj róla beszélnem, mert már a tapintása is szimpatikus, a régi sör alátéteket idézi, pontosan az a puha meleg felület, és a vastagsága is a régieké, tehát az új sör alátétek nem csak arról ismeretesek, hogy elfér rajtuk az adóbevallás, hanem arról is, hogy iszonyatosan vékonyak és csúnyán összetörnek, de ez viszont bírja a gyűrődést, ezt mindenkinek szívesen ajánlom. És van az egész könyvnek egy levegőssége. Szóval
És erről szeretnének faggatni, hogy az én tapasztalataim szerint a magyar kultúra ebben az életemben nehézkes. Tehát, hogy mindenki olyat próbál csinálni, hogy beszakadjon az asztal, hogy egy ilyen régi bomot idézzek. Tehát nagy, vaskos, komoly történeteket, amik gyakorlatilag a metafizikát szakkumpak magukba foglalják, és egyébként is megváltják az emberiséget. És hogy amikor te azt írod, hogy te egy hírlap tárcaírója vagy, azt én nem mentegetőzésnek olvasom, hanem valamilyen módon büszkeségnek. Tehát mintha neked semmi bajod nem volna azzal, hogy egy elegáns hadszöveget tartalmazó levegős könyvet tegyél le az asztalra, ami egyébként a mackó fősöm zsebébe belefér, ami szerintem rettenetesen fontos egy könyvnek. Ez cél volt, sőt, hát olyannyira nem érzem ezt gondnak, hogy én még ezt nem akartam, tehát nem volt ilyen, nem volt ilyen elképesztő, ilyen kötet dűnk, meg ilyen kötet vágy, hanem ez a hat szövegeské így összeállt valamivé, elkezdtem őket kipróbálni közönség előtt, és így egybeolvastam őket, akkor már elkészültek hozzá a fotók, és így menet közben alakult ez, hogy ebből lehetne egy könyvet csinálni. Ez messze van a könyvtől, és minden más, amit előtte írtam, utána írtam, az más tematika, más sorozat. És nem akartam egy ilyen hagyományos novellás kötetet csinálni, és összevágni őket, hanem azt gondoltam, hogy ezek így együtt kiadhatóak, és utána jött az ötletelés, hogy ha ennyi szövegről van szó, akkor ez füzet, nyilvánvaló. Akkor én kitaláltam, hogy mindenképpen ez a zakózsebben oldható dolog legyen, mert azt én is nagyon szeretem, az nekem is szimpatikus, és én a kis műfajban, a tárcában érzem jól magam, abban érzem otthon magam, abban pedig nem kell elképesztően sok mennyiség, hogy kialakuljon belőle egy egység, vagy élvezhető legyen. És utána jutottunk el idáig, hogy akkor csinálunk egy ilyen füzetet, és hát a stáb az szinte egyértelmű volt, hogy így fogunk dolgozni, mindannyian jól ismerünk egymást Székesfehérváról. És van egy szlogenem, sajnos nem én találtam ki, a Dunajcsik Mátyásnak a Valbeck Beach végén úgy indul a köszönetnyilvánítás, hogy ez irodalom csapatmunka. És ezeket nagyon tetszett, mert hogy egy nagyon individuális műfajról van szó valójában, de én is abban hiszek, hogy ez csapatmunka, és ezért volt jó, hogy onnantól kezdve, hogy már láttam, hogy a szövegek nagyjából mire lesznek alkalmasak, mire lesznek használhatóak, onnantól elkezdtünk együtt dolgozni, ugye a Gergő, meg a Golda csináltak a fotókat, és van még egy szereplője a csapatnak, a Varga Gábor Farkas, aki megtervezte ezt a kötetet, és plakáttervező, meg művészkönyveket is ilyen nagyon sok dolgot csinál. És eleve úgy gondolkodtunk, hogy ez egy művészkönyv lesz olyan értelemben, hogy mint könyvtárgy is izgalmas legyen. Van még egy szereplő, akinek sajnos mindig elfelejtem utóbbi időben elmondani a nevét, hogy most bepótolom, a Kőlig Nóra, szintén székesfehérvári könyvkötő, mert például a könyvek úgy készülnek, hogy egy ember kezén megy át az összes, és egy ember köti össze az összes példányt, tehát ilyen jó lassan, komótos tempóban készülnek, szóval ez a stáb. Azt mondtad, hogy csapatmunka, és szerintem egy másik értelemben is, hogy amikor, hogy egy igazi könyv az valahogy kapcsolatba lép más könyvekkel. Tehát még nem volt, de lett neki egy üres hely, jó esetben, amit betölt, és olyankor, mintha elkezdene beszélgetni, vagy kocsmába járni más könyvekkel, hogy a te könyved szerinted ki kell ülne egy asztalhoz, hogy most ezt így nagyon lazán értjük, tehát így időben, térben? Igen, ez jó kérdés. A gyakorlati egyszerű válasz erre az, hogy azt tudom, hogy egy fehérvári könyvesboltban a Pallag Zoli könyvével árulják együtt. Így árukapcsolásban. Szóval egy ilyen kapcsolat mindenképpen van. De nem biztos, hogy mindenki tudja ezt, hogy ezzel most mire és kire célzott, vagy egy pár mondatot. Pallag Zoltán költő, szintén Székesfehérvárról indult, és ő is egy ilyen késői első könyves, mint én, de talán még késői. És nagyjából egy időszakban jelent meg a könyvünk, aki a Noár című verses kötete, ami nagyjából az utóbbi 10 év verseit tartalmazza, és mi dolgoztunk együtt sokáig Székesfehérváron, aztán jó darabig nem is találkoztunk egymással, és valahogy a akkoriban megélő könyveink így megint összehoztak minket, és szerintem egy ilyen jó árukapcsolásnak tűnik.
néhány könyvesboltban. Hát mint hogy ugye tárcáról van szó, nyilván van egy ilyen mixáti vágy, egy ilyen mixáti ízetben a dologban, úgyhogy elsősorban őt említeni, és akkor nem is mennék ennél sokkal veszett, tehát ilyen jó mixáti beszélgetés és evésívás az jó lenne. Biztos sokkot kapna egy ilyen külvárosi kiskocsmában, de meg lehetne oldani a helyzetet. Szerintem elbírná. Azt gondolom, hogy itt van az ideje, hogy az Zoli ne pihenjen, tehát kérlek egy kis zenét. Szöveget, ami nincs benne a könyvben, ez egy ilyen következő hasonló mérgető sorozatnak lenne a kezdete, az első szövege. Üdvösség készenlétben, az irodai rendszerváltás hiteles története. Történt egyszer, hogy az irodai készenléti lakótelepen megjelent az Isten. Az erőnő kettős kültője felől érkezett, átmászott a kapun, a hosszú kerítés mellett haladt, és még éppen látta az utolsó 20-40-es székesfehérvári busszal hazaérkezőket. Angol gyapjú pulóver volt rajta és kortársan nadrág. Nyakkendőt nem kötött, de keményített nyakú fehér inge, még a könnyedén libbelő angyalszárhoz hasonló ballonkabátalom is kilátszott. Kalapját nem húzta a szemébe, hogy errefelé akkoriban szokás volt, hanem egyenesen az emberek szemébe nézett. Azonnal tudták róla, hogy külföldi. 1989. november 16-át írtunk, és az Isten újra beléphetett a vasfüggönyön túlra. Be is lépett. Kíváncsi volt a magyarokra, hogy mint vannak-e történelmi változások közepette.
ha már úgyis annyit emlegetik őt a magyarok isteneként. És ha már belépett, egyik útja a készenléti lakótelepre, a partra szól vezetett. Ne akarta hallgatni, miről beszél a nép. Az Isten régóta nem járt Kosnában, pontosan 1947 óta, én nem tudtam, miért számítson. Belépett, megállt a pultnál is várt. A vendégek azonnal felfigyeltek rá, de mégsem szóltak hozzá. A sarokban piros videóton tévés egyszerre, az országon pártok alakultak, az egész világ változóban volt. Az emberek pedig, többen közülük életükben először, kíváncsiak lettek. Saját magukra is. Az Isten látta, hogy ez jó, így cigarettára gyújtott. Édes, éteri, nyugalmas ambrózia élet lett a helyiségben. Erre aztán már tényleg mindenki felfigyelt. Kezükben gyűrni kezdett a csomagos barnaszoki, szívükben nőni a fájdalom. Nem voltak még felkészülve a jóra. Várták, de nem voltak felkészülve rá. Nem voltak felkészülve arra, hogy véleményük legyen. Nem voltak felkészülve a választékra, a választásra, a szabadversenyre, a piacra, a jövőre. És nem voltak felkészülve az Isten sem. Mint már szó esett erről, nagyon régen találkoztak vele. Azt pedig a himnuszokból lehet tudni, hogy az Isten ad és eljön sok jót tett velük. A pultos ekkor tölteni kezdett, unikum nincs, így olyan vodkát a külföldi vendég, vagy vegyest. Vagy ha már úgyis Magyarországon jár, akkor fekete címkés cseresznyét. Az a minimum, és már tényleg töltötte is. Aztán jó, hogy az ambrózia okozta hirtelen feszültséget, beszélgetni kezdett az idegennel. 56-os, kérdezte. Hogy mi? Mikor ment ki az országból, mióta nem volt itthon? Áll. Szóval azt hiszik, hogy emigráns vagyok, gondolta az Isten, és ez tulajdonképpen tetszett neki. Ami azt jelenti, már korábban el kellett innen jönnöm, és azóta nem is jártam, erre válaszolta. Aztán leúszta a cseresznyét. Érezte, hogy szétárad testében a pálinka, az alkohol és az aroma semmi másra összeemtévesztő elege pedig előhozta belőle a közösségi lényt. Tudta, hogy az emberek imás közben barátkozni kezdenek egymással, olyanokkal is szóba állnak, akiket nem is ismernek. Az Isten nem ismerték senkit, és ők sem ismerték az Istent. Ekkor körülnézett, és az egyik sarokasztalnál meglátta az inotai akárkit. A pálinka ugyan eltompította egy kicsit az érzékeit, de ez ember most akkor is gyanús volt neki. Ez ember bajban van, gondolta az Isten. Rendelt hát még két cseresznyét, és megkérdezte, hogy van itt egy szabad hely. És esetleg elfogadna egy pálinkát. Az inotai akárki érezte, hogy a kettő csak együtt fog működni, hát bólintott. De a biztonság kedvére csak egyszer. Az Isten leült, gyorsan lehúzták az italokat, ettől azt az Isten annyira fölbátorodott, hogy azonnal a közepébe vágott. Mi baj, hogy valaki áll ki? Nekem aztán tényleg elmondhatod. Az ördög el fogja vinni a lelkemet. Ha már el nem vitte már is. A presszóban, de megint felerősödött a moraj, zörgött a hűtő, sípolt a kávégép, a tévében pedig, mintha farkas Berci bukkant volna föl egy pillanatra, a terasz fölött újabb vendégek érkeztek, az ajtó fölött pislantott egyet a neon, szűkült befelé, sötétedett az inatai éjszaka. Hát nincs, aki segítsen rajtad, kérdezte az Isten akárkit. Nincs. Akkor én a barátod veszek és segítek rajta. Ma csak neked, mondta, és megkínálta az ambrózia szívből. Akárki komolytosan rágyújtott a külföldi cigarettára, majd az édes füst felegdőn azt kérte az Istentől, mesélj el, mi fájt neki utoljára igazán. Miért fontos ezt, kérdezte csodálkozva az Isten? Mert csak akkor lehetünk barátok, ha ezt tudom. Egy titok, egy titokért. Őszinteség az alapja mindennek még itt, ezen a helyen is nézett körbe akárki. Mikor hasadt meg a szíved, de úgy Isten igazából? Az Isten egy pillanatra elmélázott. Sosem gondolt magára úgy, mint akinek a szíve meg tud hasadni. Hát akkor lássuk, biztatta magát. Nézte a szürkülő készenléti éjszakát, a presszót, a füstbe burkolózó arcokat, a neont, a poharakat, a sígyos falakú hullámosló plakátokat, a műhirágot a polcon. Nézte a másnapos keleti blokkot, amit vidáman ráiszik.
Az Istennek fogalma sem volt, mennyi időt eltette ezzel a nézéssel, csak azt éreztem, mintha már saját magát is oda szemcsés videóton tévé lehetne, azon a kis piroson. Tudod, amikor az űrhajós, nem a tiétek, hanem az a szovjet, aki elsőként feljött az égbe. Szóval, amikor a szovjet azt mondta, hogy ő bizony nem lát itt semmiféle Istent, na az például pokolian szagul esett. A szívem majd beleszakadt. Igen, ez a jó szó rá, pokolian, mondta aztán, és elnyomta a műnek a mutatóban az új elvéget aprózi a szigettet. Mikor is öreg? Idén évelején lett meg a Hévízben. Szóval az első idei Hévízben jött. Tehát a kötetlen zárása után. Igen. Amivel jól jelezzük, hogy nem lehet lezárni egy könyvet. Igen, és a Cserna azt hitte, hogy benne lesz a könyvben. Aha. És ezért a főszereplő az angol már utal elget. Gyakori pulóver és a kortárs vagy nadrág, az ott van a hátsó. Így jó, és szóltam neki, hogy figyelj, ez nincs meg a könyvben, mondta, hogy nagyon jó lesz ez így, meg majd átvezeti a következő könyvben. Mondta, hogy oké, és tényleg jó is. Túl az van, hogy az ateizmusom szilárd falai repedezni látszanak. Az érdekelne, hogy az említett kaposztakállas úr utána hol tartózkodott, tehát hogy ma 89-ben vagyunk, novemberben, ugye? Hogy 47 és 89 között igazoltan távol volt, de hogy utána mi lett? Hogy az úr, a most úr, mi most mi van? Hát, szóval nekem is határozott a ateizmusom, szóval nyilván ez egy játék, amit itt csinálok. Nem tudom, mit csinál azóta, tehát nem tudom, most hallgattam meg. Hallgattam meg egy rabá hangos követ, és abban azt, hogy ha létezik a jó Isten, akkor biztos, hogy kötél idegei vannak. Vagy egyáltalán nem figyel ide, ez a két lehetőség van. Vagy a kettő együtt. Ugye, ez egy ilyen játék lesz ebben a sorozatban. Nyilván itt felbuknak az Isten, találkozott, hogy akárkivel, és akkor innentől kezdve olyan epizódok jönnek majd, amik a rendszerváltás előtti időszakból erről a gyár és kóhó vidékről származnak, és majd így eljátszunk ezzel, hogy működött az akkori világnak, hogyan volt ott jelen a csoda, ez a hétköznapi tervgazdasági csoda, ez hogyan működött. Olyan emberekről írsz, vagy olyan ez a könyv, olyasmiket állít a világról, hogy itt azért nehéz volna biztos kijelentéseket tenni bármivel kapcsolatban, de azért néha elragadtatod magad. Tehát, hogy vannak azért bizonyos szabályok, egyet legalábbis határozottan megfogalmaz a könyv, szerintem te tudod, hogy mire célzol. A legközelebb eső helyszínről? Hú, mennyi szemeszektem azt már azóta. De jó hangzik. Tehát abból indul ki, az ember nyilván szeretne járni egy közeli helyre, egy sörre, kávéra, munka után, munkahelyet, a lakóhelyhez közel eső helyre. Ezért arra kell figyelni, meg most a régi elméletem ez volt, hogy a lakóhelyhez lehető legközelebbiben ne menj, mert akkor eltűnik a dolognak a, ha nem is ünnep, de eseményszerűsége. Hát ahova le tudsz menni köntösbe és papucsba, oda ne menj le. Mert ilyet is láttam jó néhányat. És ez úgy oldódik fel az én lakókörnyezetemben, hogy ott kettő kocsma van nagyon közel egymáshoz, és még így sem kell nagyon messzél menni, tehát egyik van közelebb, a másik egy ilyen távolabb, és akkor távolabbiba lehet járni. De ezt feloldottam, ezt a szabályt azóta, rendkívül alantas hétköznap és praktikus okokból, hogy a közelebbiben van jó tévé, ahol lehet meccset nézni, és van wifi. Hát ugye látszik, hogy elég könnyen megalkuszik a mai korendere egy kis ingyen wifi hallatán, mert ugye ez a másik helyzetben nincsen. És akkor itt kialakult egy alig leplezetten egy vita, amit a Cserna azt mondaná, hogy rendesen nincsen wifi. Igen, ezt nem rendesen járok, tehát ez így van. De ez valóban így van, hogy rendesen nincsen wifi. Ezekben a rendes kiskocsmákban az felbomlasztaná a közösséget. Ez afelé tart, hogy akkor nem beszélgetünk egymással, akkor mindenki tud laptopja vagy a telefonja mellett ülni, tehát nem való. Nem illik a wifi-t. Nem illik wifi-t használni ilyen helyeken, de mégiscsak beleszalad néha az ember, és mégiscsak muszáj.
De a legfrissebb székes fejével így hív, hogy ez a wifi sejt, ez be fog zárni hamarosan, tehát visszáll a rend. Kimazsoláztam a három szót, és szeretném, hogyha beszélnél róluk. A könyvek normális esetben unalmasan szavakból állnak, és itt találtam hármat. Az egyik az, hogy Pesti Spince. Ez egy utca, egy székesfehérvári utca, és nagyon megtetszett a hangzása. Hát, amikor eldöntöttem, hogy úgy fogom ezt a könyvet felépíteni, hogy kiveszem belőle mindenhonnan a konkrét város, Székesfehérvár, akkor elkezdtem kicsit gyomlálni az utcanevek között is. És végül olyanokat hagytam, a legtöbb remélem így maradtak, amiknek izgalmas a hangzása. Hogyha arra vagy kíváncsi, hogy utána néztem ennek-e, nem. Akkor ez titok marad. Viszont nem titok az atomeső kifejezés. Hát az atomeső kifejezés az onnan jön, hogy pont ezen a környéken, ahol a legutóbbi két kocsmáról meséltem, ott rengeteg cseresznyefa és megyfa van, az a vidék, ahol én lakom, ahol gyerekkoromban lakom. És egyik éjszaka, amikor mentem haza, a taxis mesélte erről a vidékről, ez a Videoton gyár közvetlen környék, egy elég nagy gyár környéke, és a taxis azt állította, hogy a 60-as években, 60-as, 70-es években azért ültettek annyi cseresznyét és megyfát a környékre, mert hogy az megvéd az atomeső ellen atomtámadás esetén. Nekem nagyon tetszett ez a történet, ennek se jártam utána, hogy valójában így van, mert az már elrontotta volna az egész történetet. De tény, hogy minden utca tele van cseresznyét és megyfát, tehát gyönyörű virágzásban vannak tavaszonként. És a harmadik szó pedig az, hogy huszár deci. A huszár deci az talán ismeri. Nem ismeri senki a huszár deci kifejezést? Az nagyon nagy deci, az két decit jelent egészen pontosan. Úgy alakult egyik évben, hogy egy erdélyi csíkszeredai kocsmában ért a születésnapom. Rendkívül furcsa nap volt, egy fűtetlen szobában aludtam, kavárban, egy csupa viszontagságos éjszaka volt. És ott lementünk egy helyi kis kocsmába, és én tudtam, hogy ott azért Erdélyben a méretek azért máshogy vannak. Tehát ilyet rákérdeztem a pultnál, hogy ha kicsit kérek, nagyot kérek, feles kérek, az mit jelent pontos, és ugye hamar kialakult ez, hogy a kicsi a feles, a nagy a deci, ez világos volt. Utána hozzátette a pultos hölgy, hogy le lehet huszár decit is kérni, ez a kettő deci pálinkát jelenti. Nyilván nem biztos, hogy mindenki, aki itt ült, nagyon ismeri Fehérvárt és a fehérvári kocsmákat, ezért talán közelebb viszi a közönséget a könyvhöz, hogyha arra válaszolsz, hogyha ugyanezt itt kéne megcsinálni, sokat jársz erre felé, nyilván kialakultak a kikopott Alex-asztal, tehát azért így van egy-két hely, ahol tuti elmész, hogy leülsz, hogy akkor körülbelül milyen lokalitások keverednének bele egy budapesti könyv? Ezt nehezebb tudok erre válaszolni, mert nekem Budapest ebből a szempontból túl nagy méret, és túl sokan vannak, akik sokkal jobban értenek a budapesti kocsma és presszó világhoz, mint én. Ugye ez reményeim szerint egyáltalán nem fontos a könyv szempontjából, hogy ez Székesfehérvárban játszódik, ahogy nem. Ezért vettem ki belőle a városnak a nevét. Utóbbi időben inkább Pozsonnyal foglalkoztam. Egy másfél hónapos ösztöndíja Pozsonyban voltam idén tavasszal, és azóta is visszajárok rendszeresen. Az ottani külvárosi kocsmákat kezdtem el felfedezni. Ennek a könyvnek is fontos a felépítése szempontjából, hogy ezek a pici kis helyek mindegyen jól behatárolható városrészt jelképeznek. Nyilván az emberek fejében van egy mentális térkép a saját városáról, nekem így osztik föl a városom 5-6 területre, és a Budapesttel kapcsolatos mentális térképen az meglehetősen kusza, és rendkívül homályosak benne a határvonalak. Hát egy pont ezért ugyanezzel a módszerrel nem tudnék Budapesten dolgozni. Pozsony az már az inkább, ez jó a kisebb város is. Persze, szerintem ravasz könyved, mert látszólag szól a kocsmáról, vagy a kocsmákról. Valójában nekem inkább egy ajánlatról szól az életre vonatkozóan. Tehát valami értelmes lassúságról szól, arról szól, hogy nem kell annyira akarni semmit sem.
arról szól, hogy jól teszi az ember, hogyha hagyja magát néha feloldódni ezekben az állapotokban. Köszönöm, hogy beszélgettél velem, és azt szeretném kérni az Zolitól, hogy játszom még egy kicsit, és hogy tőled pedig azt, hogy fordítsuk meg ezt a történetet, és most egy kicsit legyen arról szó, hogy hogy született a könyv. Köszönöm a figyelmüket, a kötetet pedig meg lehet vásárolni, és szerintem Feri szívesen aláírja. És ha felmerülne a kérdés, hogy ez a témához miért 30-as évekbeli jazz lemezeket hallgatunk, akkor az a válasz, hogy mert ezt szeretem. És jó mondtad, hogy valóban nem a kocsmákról szól ez a könyv, hogy ilyen tárteret hozzá, és semmiképpen nem is akarok benne maradni ebben a látszólagos kocsmatematikában sem, mert a következő könyv ilyen értelemben nem lesz fordítása ennek. És nem is akartam semmiképpen folytatást írni, tehát nem ez egy kocsmaváros kettő, vagy előzmény kötet. De megtetszett, hogy a DVD filmeknél van ez a kimaradt jelenetek, meg ilyen háttérinformációk, úgyhogy megírtam a kimaradt jeleneteket ebből a könyvből, és ebből az egyik egy ilyen betekintés a terepmunkába, a Pálma nevű helyről fog szólni, vagy hát leginkább nem arról. A Pálma presszó folyvás zárva.
Egy januári kora este sétálok arra először, aztán másnap még egyszer, de semmi. Pedig kell. A pálma kell. Egy délután autóval is arra járok, megállok, valami gyanús, az ajtó mellett hamutartó, benne cécsikkel pupozva, meg be akarnak csapni engem. Itt valami volt, titkos nyitvatartás. Az utolsó esélyt a leghidegebb téli éjszakán, az évszáll fogfájása közben adom a helynek, valaminek történnie kell, de semmi. A megényi úton, az egykori videótokgyár mellett sétálok lefelé az Öreghegyről, terepmunka ruhában, fekete kabát, fekete csukja, táska. Hirtelen egy autó bukkan föl, felém tart a forgalommal szembeni sávban, majd csikorogva lefékez mellettem. Egyik kereke felcsúszik a járdára. Mint később kiderül, egy négy civil ruhás rendőr száll ki akkor az autóból, aztán érkeznek a többiek is. Mit csinált? Honnan jött? Hová megy? Táska tartalom a motorháztetőre. Az egyik nyomozó hosszasan nézegeti a táskából előkívült sapkámat, keresi rajta a lyukakat. Újságíró lennék, éppen terepmunkán vagyok, mondom, és mutatom a legutóbbi élet és irodalmat, ott van a páratlan oldalon. Csak remélni tudom, hogy nem épp a rendőrséget osztáztam meg, nem, a kormányt, hát az se jobb. Az van, mondja a türelmetlenebbik kihallgatóm, jellemzően egy rendőrnő, fekete hajú és túl szép, hogy így beszéljen velem. Szóval az van, hogy fent az Öreghegyen történt egy betörés, és magára illik a személyleírás. Rám. Ja, tényleg. Fekete kabát, fekete csukja, nagyszerű. Az első nyomozó közben elmélyed a táskám tartalmában. Papírok vannak a kezében, nem értem, miért foglalkoztatják ennyire a jegyzeteim. Engem sem foglalkoztatnak. Azért írom le őket, hogy ne kell emlékeznem rájuk. Most viszont mégiscsak nagyon jó lenne, ha tudnám, hogy mi lehet annyira érdekes annak az A4-es lapnak mindkét oldalán. Sajnos innen nem látom, mert kénytelen vagyok improvizálni. Azok a legutóbbi színdarabok próbáin készült jegyzetek, mondom, semmi érdekes. A nyomozó újra felé fordul, a papírokat leteszi. És milyen ügyben járt az Öreghegyen, kérdezi. Titkos riportokat írok helyi kiskocsmákról. A pálmáról akarok most írni, de sajnos zárva volt. Tegnap is elmentem arra, de akkor is zárva volt. Aha. Szóval tegnap is elment arra. Éreztem, hogy rosszat mondtam. És találkozott-e ott valakivel? Nem találkoztam, most mondom, hogy zárva volt. És meg volt-e beszélve valakivel ez a bizonyos riport? Nem volt, mondom, hogy titkosak, ez a lényege, hogy ne tudják az ottaniak. Érzem, hogy akkor végképp belebonyolódok a történetbe. A szigorú és fekete hajó rendőrnő kétségbe esett helyzetemet látva, végül mégis a segítségembe siet. Nem beszélt valakivel telefonon az elmúlt fél órában? De igen. És akkor beugrik minden. A színésszel beszéltem, akivel a színdarabot próbáljuk. És már mutató is a híváslistát, és az időt is jó hosszú hívás volt. A táska tartalma vissza, mindenki megnyugszik, azért a nyomozó még egyszer odatöki, hogy lehetőleg, ha már csak nyitott kocsmába menjen, vagy oda se. A fekete, ahogy rendőrnek pedig közli, hogy azért majd még teresni fogjuk. Hát köszönöm. Elégek a videótonik, beülök az alibi kocsmába, a táska tartalmát az asztalra ömítem. Most látom csak, hogy remeg a kezem. Arra dobom a sapkát, az ést, tollakat, amíg kezemben nem akad, az az A4-es papír, tele van az írásommal, de nem olvasom el. Már mindenre emlékszem. A színdarab. A papír egyik oldalán, a lomtalanítós listán, ezek kellek az Ócska piacról, ezek lesznek a következő színdarab díszletei. Hosszú a lista, az első tételet már kipipálva. Kis tévé, antik rádió, aranyozott képkeret, pipa, pipa, pipa. A másik oldalon az előző színdarabunk jelenetei, instrukciók, megjegyzések. Az első jelenet ezzel a mondattal indul. Valaki betörte a lány WC ajtaját, én törtem be. Utóbbi kétszer aláhúzva,
kipipálva. Köszönöm szépen.